Sziasztok, itt Dóra Elsző után. Most újra viccet fogok mondani egy kis módosítással. Méghozzá egy orrbefogással. Mindig. Tehát így fogjátok állani a hangomat. Úgyhogy lássunk is hozzá. Hogy hívják a meleg kavarnyékot? Kavarnyék! Most két hobbigény, törpigény kis vicc következik. Törpa már mondja. Ne aggódjatok, törpjeim. Majd meleg fasítot csinál hókuszfogba. Mit válaszol erre, Hami? Fasítot? Nyám, én imádom a fasítot. Még egy havis vicc. És amikor Hami diétán van, mikor eszik legközelebb? Amikor kaját lát. Most jöjjön két zászlós vicc. Mondjuk úgy, hogy kétező is felelő. Nem kérdező, megkérdezi, mit tetszik Svájcban? Felelő válasza? Nem tudom. De ez a zászló egy nagy plusz. Tudod, még ilyen Japánról is. Mi tetszik Japánban? Nem tudom. De az a zászló egy nagy piros kör. Hogy hívják a török tollat? Török író. Mit? Kérdezi. Miért hívják azt az ételmet karmának? Felelő válasza? Azért, mert ott nincs menü, és azt kapod, amit érdemelsz. Szörnyen a Debrász vicc. Mi a legviccesebb dolog, amit Szörnyen a tett, az az egy kiskutyában? Parancsolta a barcimának, hogy hello, pucoljál! Hogy nevezik a fasír miatti hasmerést? Hasírt! Megkérdezi, hallottál a klaustrofóbiás asztronautáról? Neki csak több őre volt szüksége. Érdinek több őre. Miért mennek a csíkény szeánszra? Hogy átmenjenek a másik oldalra. Most egy Mózes vicc következik, de olyan Mózes, hogy a bibliai alak. Hogyan készít egy Mózes nevű bibliai alak teát? Megfőzi! Aki azt hiszi, hogy ez nem volt vicces, hát megmagyarázom. Amikor Mózes nevű bibliai alakét, akkor a főzés szó nem volt létező szó. Megkérdezi. Miért nem tudod elmagyarázni a szójátékot a kleptobániásnak? Azért, mert minden szó szerint értenek. Egy Twitter függő elmegy az orvoshoz. És kérje a doktortól, hogy segítsen, mert Twitter függő vagyok. Mit válaszol a doktor? Már elnézést, de én nem követem magát. Még egy doktorás vicc.
Egy beteg elmegy egy doktorhoz, és megmondja neki, hogy hepatitisze van. Csak hogy ez a doktor nem tudja, mi az a hepatitis. Erre megmondja a paciens. Nem tudod, mi az a hepatitis? Te hiszen orvos vagy. Mit mond erre a doktor? Én doktor vagyok, de nem orvos. Két macska beszélget. Egyik macska megkérdezi. Mit csinálnál, ha megnyerné egy lottót? A másik macska válasza. Vennék több száz egyenet és több száz madarat. Hogyan takarítja ki az ősember a barlangját? Kipörcímozza! Egy áldozatnak kutyaharapása van. Az egyik ember megmondja, hogy egy kutya harapott meg? Vagy a te kutyát harapott meg? A másik azt válaszolja, nem. Az első azt mondja, de hiszen kutya harapás volt, mondtam. A másik azt mondja, mondtam, hogy nem az én kutyám harapott meg. Aztán a másik meg kiáltozik, hogy áú! Erről az első azt mondja, ezek szerint mégis megharapott a kutya. Mit mászol erre a másik? Már elnézést, de az nem az én kutyám. Most jöjjön két mariszkás vicc. Hogy hívják a Ferences Rend megalkotóját? Azt hiszi Szent Ferenc. Aki netán rosszul értette, annak betűzöm. A-Z-T-H-I-S-I. Jött a másik. A tanár megkérdezi Marickától, mi az apád foglalkozása? Maricka válasza. Hantás. Jó. Kap-kap, ki az? Donald. Milyen Donald? Donald kacsa! Jó, annyi elég ezt már. Ha tetszett, iránkozzatok be a csatornámra, és nyomatok egy lájkot. És ha szeretnétek, hogy még egyszer így befogott orra mondjak vicceket, csak írjátok meg kommentben. Vagy ha van más ötletetek, hogy hogyan szolgoztassan titeket a viccekkel. Jó. Oké, ennyi volt. Szevasztok!